A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, ma október 31-e, Farkas és Cseke név napja van. 498 éve Luther Márton wittenbergi teológia professzor közzétette 95 tézisét, amellyel kezdetét vette a reformáció. 1926-ban meghalt a magyar származású Harry Houdini, mágus és szabaduló művész. Ma ünnepli 86. születésnapját Bud Spencer színész. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. Minden szentek előtt tele vannak a piacok a krizantém minden változatával. Lezuhant a sínai félszigeten egy Egyiptomból Oroszországba tartó orosz polgári repülőgép. Szabadtéri edzősarkokat kaptak Kishegyes község települései. A Csókai Csalogány asszony kórus 20 éves fennállását ünnepelte. Minden szentek előtt tele vannak a piacok a krizantém minden változatával. Újvidéken és környékén a kertészetekben is bő a választék. Az őszi ünnep előtti napokban mindenki igyekszik szépíteni a hozzátartozók sírjait. Tisza Kálmán falván is rendezik a temetőt. A Tisza-Kálmán falvi katolikus temetőben a Minden Szentek és Halottak napja előtti napokban rendezik, tisztítják, szépítik a sírokat az őszi ünnepre. Aki csak teheti, élő virágot visz a sírokra. Milánovics Ottilia munka után, a késő délutáni órákban látogatott ki a temetőbe, több helyre is helyez virágot. Mint mondja, szeret ide kijönni, mert egy kis nyugalmat kap, és nem gondol az űrös mindennapokra. Az őszi ünnepek számomra egy halvány kis vonalat jelentenek az elhunytak és az élők közt, amikor eljövünk, és kitakarítjunk szüleink, hozzátartozóink, szeretteink sírjait. Ezt tesszük egész évben, de most, amikor a krizantinumok ilyen szépen virágoznak, akkor természetesen, hogy kihozzuk és felvirágozzuk a sírjainkat. Az idősebb korosztály tiszteletét rója le a hozzátartozók sírjainál. Ez a kötelességünk, többet nem bírunk. Csak ennyit megadni nekik a tiszteletet. Kihozzuk a virágokat, majd vasárnap meglátogassuk a sírokat, meggyújtjuk a gyertyát, és én kihoztam a virágot most, amit a Jóisten ad rá. Az utóbbi években egyre többen cserepes virágot helyeznek a sírokra, hiszen az sokkal hosszabb ideig tart, mint a vágott virág. Lócz Csaba virágkertésznél ilyenkor nagy a forgalom. Egy-egy cserép 150-300 dinárba kerül. Gyökereset a cserépbe az csak tovább eltart. Az első komolyabb fagyokig egy szép növény, amelyikén nem lehet még számolni, hogy hány szál virág van, ugye. Nagyon szépek. Szent Tomáson több kertészetben is a krizantém cserepes formáját termesztik, de a vágott virágnak is nagy keletje van. Kolenáki Bolya a virágüzletek nagy felvásárló ereje miatt a vágott változat termesztése mellett döntött. Az emberek szeretik, hogyha gyönyörű nagyok a virágjai a krizanténnak, hát reméljük, hogy tetszeni fog nekik a saját termesztésű virágjaink. Minden szentekre és halottak napjára a külföldön élők is hazalátogatnak, hogy a virágok elhelyezése mellett mécsesek és gyertyák gyújtásával is emlékezzenek az elhunyt hozzátartozókra. A Minden Szentek közelettével a szabadkai tejpiacon is mindenhol krizantémokat látni. Az áruk 50 dinártól 250 dinárig terjed. Idén kevesebb vágott virág van a piacokon, mondják az eladók, de az áruk egy kicsit megnőtt. A vásárlóerő viszont ugyanolyan, mint tavaly. 4,50. Van bőven virág a szabadkai tejpiacon. Az eladók szerint idén már jóval az ünnepek előtt megkezdődött a virágok utáni érdeklődés. A legtöbben még mindig a krizantémot részesítik előnyben. De hasonlóképpen mindig krizantémot, ugye, amit szoktak is minden évben. 300 dinár egy ilyen ekkora cserepes virág. Krizantént vásároltunk, ezt szoktuk, ez a hagyomány, ezt vásároljuk. Mi is ezt szoktunk, meg tököt. Igen. Tök lámpást. A vágott krizantémok attól függően, hogy mekkorák és milyen fajtájúak, az áruk 50-től 250 dinárig terjed. Viszik az ikebanákat is, meg a csokrokat is. A kis csokrokat is, a kis csokrok 100-150 dinár ilyen vegyes ízéből, az ikebanák azok 2-250, 500-600, a nagyobbak meg még 1000 is. Kollár Judit idén margaréta és krizantémból készült csokrokat árul a tejpiacon.
Mindenféle virágot visznek, amit csak itt látnak. Mondjuk rá én most csináltam ebből az apró virágokból, mert nekem ez nyílt ki, a nagyok nem jöttek be. A lányom ő csinálja ezt a koszorúkat, és hát most az idén ez, de úgy látom, hogy mindenféle virágot visznek, az ikebanákat, a kis koszorúkat, a nagy koszorúkat, a művirágú, az élővirágú, szóval minden. A mécsesek közül is válogathatunk szép számban. A legtöbben az üvegből készülteket részesítik előnyben. 51-szer kondult meg a harang, ma délután az Adorjáni temetőben emlékeztetve a megjelenteket arra, hogy 1944. október 31-én a Halász utca végén 51 ártatlan falubeli magyar férfit lőttek a Tiszába a szerb partizánok. A megemlékezésen a település plébánosa az egyházi szertartást követően megáldotta az emlékhelyet. Alkalmi szavalatok és a Szőke Tisza Művelődési Egyesület asszonykórusának műsora után Forró Lajos történész mondott beszédet. Kiemelte, az 51 áldozaton kívül további 7 áldozata is volt az adorjáni magyarok elleni kegyetlenkedésnek, akiket az október 31-i esemény utáni napokban öltek meg. A megemlékezés befejeztével a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet, és az áldozatok hozzátartozói is elhelyezték a kegyelet virágait. Bicskei Mihály édesapjára emlékezik ezen a napon, akit 71 évvel ezelőtt hiába vártak haza. Kiválogatták a fiataljait és a javakorbelieket, és hát este felé, 5 óra felé lehajtották őket a Tiszára, a Tisza szélére, Halász utca végébe, és ott sorba lelőtték őket. Én akkor 8 éves voltam, hát odahaza sírtunk, és láttuk, amikor a másik oldalon hajcsák, őket mentek sorba az emberek, de nem mertek megszökni, mert azzal ijesztették őket meg, hogy ha elszökik valaki is közülük, akkor földgyújtsák az egész falut. Gyászmisét tartottak ma a Ferencesek templomában Szabadkán az 1944-45-ben kivégzett ártatlan áldozatok emlékére. Szabadka város önkormányzata és a kegyeleti bizottság az áldozatokról idén is halottak napján emlékezik meg. A koszorúzást hétfőn délután 2 órakor a Zentai úti temető 44-es parcelláján tartják. A reformáció napján, október 31-én az ágostai hitvallású evangélikus keresztjén egyház Bács-Feketehegyen tartotta meg központi ünnepségét. A helyi kultúrházban humanitárius kirakodó vásárt szerveztek, majd istentisztelet következett. Szebbnél szebb kézi munkák, finom sütemények, ízes borok sorakoztak a Bács-Feketehegyi kultúrház épületében szombaton. Szabadkán már évek óta szerveznek a reformáció hetében kirakodó vásárt, ezt a hagyományt hozta el most Bács-Feketehegyre az evangélikus egyházközség. Sütemények készítünk, az unokám készíti a süteményeket, ő nincs itt, de hát mink eljöttünk idősebbek. A reformáció ünnepén a szabadkai, a bajsai és a kulai egyház közösségek tagjai árulták kézműves termékeiket. A vásáron befolyó összeget az Izida Anya és Gyermekvédelmi Társaságnak ajánlották fel. Nagyon jó érzés itt lenni, nagyon sok régi ismerőssel találkozunk, és hát mindenképpen ez egy felemelő érzés, hogy itt lehetünk. Ünnepi istentisztelettel folytatódott a program. A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-e. A hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételét. Ez azt hagyományozza ránk, hogy ne csak visszagondoljunk erre, ünnepeljük azt a bizonyos dátumot, hanem hogy ma is éljük át ugyanazt, hogy térjünk vissza az alapokhoz, hanem is közösségként, vagy községenként, de legalább személyenként, hogy mindenki a szívében, a lelkében, az alaphoz forduljon, Jézus Krisztushoz és a Szentíráshoz. Az ünnepi alkalmon Dolinszky Márta, a hitközség esperese hirdetett igét. Luther egy meghatározó élmény nyomán azt kereste, hogyan találhatom meg a kegyelmes Istent. Azt gondolom, hogy minden más dogmatikai fejtegetés helyett a mai embernek is ez az aktuális kérdése, hogy hogyan találom meg Istent. Az ünnepen felszólalt Orosz Attila, református bácskai esperes és Pál Károly, a Fekedics Művelődési Egyesület elnöke is, akik a jövőbeni közös megemlékezést szorgalmazták a reformáció évfordulóján. Az ünnepi istentisztelet után a jelenlévők a templom mellett elültették az 5. tujafát.
Az új fa a Bács-Fekete-hegyi evangélikus templom felújításának 5. évfordulóját szimbolizálja. Lezuhant a Sínai-félszigeten egy Egyiptomból Oroszországba tartó orosz polgári repülőgép szombaton. A gépen 224-en utaztak. Az egyiptomi hatóságok megerősítették az információt, nincs túlélője a szerencsétlenségnek. Helyi idő szerint 5 óra 51 perckor indult el Egyiptomból Szentpétervárra az Airbus A321-es típusú repülőgép. 7 óra 14 perckor már nem találták a radarképeken. Eltűnés előtt a gép 9000 méter magasságon repült, amikor rádióvételi hibák miatt kényszerleszállásra kért engedélyt a legközelebbi repülőtéren. Ezután megszűnt a géppel az összeköttetés. A repülőgép a sínai félsziget északi részén zuhant le. Az egyiptomi mentőalakulatok Arisz közelében bukkantak a roncsokra. A gép ketté tört, előső része egy sziklának csapódott. 224-en vesztették életüket, közülük 17 gyerek volt. Az utasok 3 ukrán személy kivételével orosz állampolgárok voltak. Bár a sínai félszigeten több dzsihadista csoport is működik, amelyek az iszlám állam szövetségesei, nincs jele annak, hogy a repülőgép merénylet áldozata lett volna. A baleset pontos okát még vizsgálják. Az első információk szerint műszaki hiba miatt zuhant le a gép. Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnapra nemzeti gyászt rendelt el az országban. Az orosz közlekedési miniszter és az egyiptomi hadsereg szóvivője szerint nem a dzsihádisták lőtték le az orosz repülőt, amely reggel zuhant le a sínai félszigeten. Katonai szakértők szerint az iszlám állam egyiptomi szervezetének nincs erre alkalmas fegyvere, azt azonban nem zárták ki, hogy a gépen elrejthettek robbanó szerkezetet. Korábban az iszlám állam egyiptomi csoportja vállalta a felelősséget az orosz utasszállító lezuhanásáért, az orosz légiközlekedési ügynökség közleménye szerint egyelőre arra sem találtak bizonyítékot, hogy a zuhanást műszaki hiba vagy a legénység hibája okozta volna. A Lufthansa és az Air France légitársaság minden esetre elkerüli a sínai félszigetet, amíg nem tisztázzák a tragédia okát. Oroszország szíriai beavatkozása miatt korábban kapott már fenyegetéseket terrorszervezetektől. Robbanás és hatalmas tűzvész pusztított tegnap este egy bukaresti szórakozóhelyen. A tragédiában 27-en életüket vesztették, több mint 100-an pedig megsebesültek. Sorban érkeztek a mentőautók péntek este a bukaresti Klub Kollektív nevű szórakozóhelyhez. A szemtanúk beszámolója szerint a tüzet a Goodbye to Gravity lemez bemutatójához használt pirotechnikai eszközök okozták. Többen arról számoltak be, hogy egy robbanást követően a szórakozó hely mennyezetéről lángoló elemek hullottak a vendégekre, és ekkor többen megégtek. A romániai létesítménynek mindössze egyetlen használható kijárata volt, ezért a pánikszerűen menekülő mintegy 500 fős tömeg összetaposta egymást. A helyszínen annyi sérült volt, hogy a mentősök és a közelben lévő kórházak csak a súlyos eseteket tudták ellátni. A könnyebb sérülést szenvedőknek órákat kellett várakozniuk. Szombat délben Klaus Werner Johannis román államfő meglátogatta a Floreasca kórházat, ahol a legtöbb sérültet kezelik, majd a tragédia helyszínét is felkereste. Az elnök megdöbbentőnek és ugyanakkor felháborítónak nevezte, hogy Bukarest szívében ilyen méretű szerencsétlenség történhetett. A tragédiával kapcsolatban Áder János magyar köztársasági elnök, valamint Alexander Vučić szerb miniszterelnök is részvétét fejezte ki Klaus Werner Johannis román államfőnek. Az áldozatok többségét egyenlőre nem tudták azonosítani, mert sokuknál nem találtak semmilyen személyi azonossági dokumentumot. A tragédia miatt Bukarestben vörös riasztást rendeltek el a hatóságok, és arra kérik a polgárokat, hogy adjanak vért a sérülteknek. A román kormány a péntek esti bukaresti tűzvész áldozatainak emlékére szombattól 3 napos gyászt hirdetett. Áramütés miatt hunyt el egy 19 éves fiatal Belgrádban a Száva téren. Az eset valamivel éjfél után történt. Egy másik személyt égési sérülésekkel szállítottak a sürgősségi központba, ahol újjáillesztést hajtottak végre rajta. A fiatalok vélhetően felmásztak az egyik vasúti vagon tetejére, és akkor érte őket az áramütés. 2 mentőosztag és tűzoltó csapat érkezett a helyszínre. Az egyik fiatalt a vagon tetején találták meg. A mentőcsapatok a beavatkozás előtt áramtalanították a teljes vasútrendszert.
Hétfőn megkezdik Szerbiában a tüdőrák elleni terápiaként használható kubai védőoltások tesztelését, illetve a páciensek kiválasztását, jelentette be Zlatibor Lončár. Az egészségügyi miniszter közölte, a védőoltások többsége ingyenes lesz, felvételük pedig önkéntes alapú. Lončár sajtótájékoztatóján kifejtette, hamarosan kubai orvosok érkeznek majd az országba, ők kísérik figyelemmel a páciensek állapotának alakulását és a Cimavax EGF vakcinák használatát. Az érdekelt páciensek hétfőtől jelentkezhetnek a szerbiai klinikai központban, a Bezsanicska Kosszák klinikai központban, valamint a Kamenicai tüdőgondozó intézetben. Kubában a végső fázisban levő betegek esetében a védőoltás 2-5 évvel hosszabbította meg az életüket. A kezelést azoknál a pácienseknél alkalmazzák majd, akiknél negyedik szakaszába lépett a betegség. Szerbiában évente 6000 embernél jelentkezik tüdőrák, 1100 személynél már a betegség negyedik szakaszát diagnosztizálják. Mintegy 17 ezer Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából menekült családnak kellene otthont kapni a Szerbia területén a szarajevói folyamat értelmében, nyilatkozta Ivica Dačić. A szerb külügyminiszter ezt Újvidéken jelentette ki, ahol már aláírták az első szerződéseket azokkal a településekkel, amelyeken új otthont kapnak a délszláv háborúk idején otthonaikból elmenekült családok. Dačić szerint 20 év menekült státusz után ezek az emberek megérdemelnek legalább valamilyen biztonságot. Danas smo ovde da uručimo potpisane ugovore sa 61 gradom i opštinom koji predviđaju da se u okviru drugog, četvrtog i petog podprojekta regionalnog stambenog programa Republike Srbije grade stanovi, dele pakete građevinskog materijala i obezbeđuju stambene rešenja za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz pružanje novčane pomoći za kupovinu seoskih domaćinstava. Reč je o više od 2000 trajnih i održivih stambenih rešenja. Fél óránként érkeztek a migránsokkal teli autóbuszok Berkoszovóra szombaton, naponta pár ezer ember érkezik a Szerbia és Horvátország közötti átkelőre. A hatóságok minden bevándorlót átengednek, aki az Európai Unió felé tart, ezért az ideiglenes tranzitközpontban nincs torlódás sem feszültség. Szerbia a területén átkelő migránsok ellátási körülményeinek javítására az Európai Fejlesztési Banktól kért vissza nem térítendő kölcsönt. Az intézmény idén hozta létre a migráns krízis kezelésére szánt alapját, amely már 5 millió eurós támogatást kapott az Európai Beruházási Banktól. Forró teát osztogattak a cseh önkéntesek szombat hajnalban a Berkoszovó határában várakozó migránsoknak. A bevándorlók az éjjeli menetrend szerinti autóbuszjáratokkal érkeztek a határ közelébe. A legtöbben rövid várakozás után már az Európai Unió területére jutottak. A horvát hatóságok senkit sem tartóztattak fel az átkelőnél. A túloldalon a horvátok buszokkal szállították tovább a tömeget. Voltak, akiket az Opatovaci pihenőközpontba vittek, de az átutazókkal teli buszok nagy részét a szlovén határhoz irányították. Reggel 6 óra körül a megszokottnál valamivel többen voltak a két határ közötti tranzit területen. Abbas Said is itt várakozott, állítása szerint iraki sportriporter, évtizedekig dolgozott nemzetközi hírügynökségeknek is. Azt mondta, emiatt a helyi milícia fegyveresei többször megfenyegették. When I feel I am not good in Iraq, not peace, somebody treat me because I was working with a foreigner journalist like BBC, CNN, Independent, and I help some agency in Iraq, and someone he said me that I speak English. I feel I am there, someone is treat me. A menekült áradat folyamatos, de ennek ellenére napközben nem volt torlódás. A segélyszervezetek munkatársai almát, vizet és száraz élelmet osztottak a családoknak. A migránsok elégedettek az ellátással, csupán a csípős hidegre panaszkodnak. Aki fázik, annak igény szerint ruhát és lábbelit is biztosítanak a helyszínen tevékenykedő aktivisták. A migránsok megsegítésére vonatkozóan 2,3 millió eurós visszanemtérítendő kölcsönről szóló szerződést írt alá Szerbia és az Európai Fejlesztési Bank. Ebből az összegből kibővítik és felszerelik az Adaševcén és Siden lévő befogadó központokat, valamint ebből fizetik majd a migránsokkal foglalkozó dolgozókat is.
Meghalt egy afgán nő Horvátországban, a 63 éves migráns az első áldozata a Horvátországot sújtó migránsválságnak. A folyamatos és intenzív hullám miatt Szlovénia tovább szigorítja a határellenőrzést, a bevándorlók veszélyeztetett csoportjai számára pedig új befogadó táborokat létesítene. Ausztria és Németország a balkáni migrációs útvonalon érkező menedékkérők szállításának összehangolásáról tárgyalt. Szeptember közepe óta 290.500 illegális bevándorló lépte át a szerb-horvát határt a horvát belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint. Péntek éjféltől szombat reggel 9 óráig csaknem 2500 migráns érkezett az Opatovaci befogadó állomásra. Közöttük az a 63 éves afgán nő is, aki nem sokkal utána meghalt. Miután leszállt az autóbuszról, rosszul lett és leállt a légzése, az orvosok pedig nem tudták újraéleszteni. Családtagjai beleegyezésével a legközelebbi muzulmán temetőben helyezik örök nyugalomra. A migráns hullám az utóbbi napokban ismét felerősödött. Szlovéniában az elmúlt két hétben 105.000 illegális bevándorlót vettek nyilvántartásba. Amennyiben a menekültválság súlyosbodik az országban, a szlovén kormány műszaki zárat létesíthet, azért, hogy figyelemmel kíséri a folyamatot, a migránsokat a belépési pontok felé irányítsa, valamint fenntartsa a biztonságot és visszatartsa határsértőket. Helyi beszámolók szerint katasztrofális állapotok uralkodnak a befogadó állomásokon. Nincsenek mosdók, az emberek nem tudnak tisztálkodni, a bevándorlók élelemért és vízért könyörögnek. A szlovén kormány szerint teljes erőfeszítéssel dolgozik a problémák megoldásán. Az állam új táborokat létesítene a menekültek veszélyeztetett csoportjai számára. Az osztrák-szlovén határon nyugalom van. A reggeli órákban 1500 embert kísértek a határhoz a szlovén hatóságok, akiket az osztrákok folyamatosan szállítanak tovább Németország irányába. Az osztrák katonaság ellenzi az osztrák belügyminiszter által bejelentett kerítésépítést a szlovén határ mentén. Szerintük ebben az esetben az összes utat, többek között a vasutat is le kellene zárni, ami a közlekedés összeomlásához vezetne. Ezen felül pedig az akadály miatt a migránsok szervezetlenül az erdők és mezők felé mennének, ami megnehezíteni a katonaság és rendőrség munkáját, valamint veszélyeztetni a közbiztonságot. Ehelyett a jobban megszervezett ellenőrzést és több áteresztőpont megnyitását javasolták a szlovén határon. Közben a német és az osztrák kormány pénteken megegyezett arról, hogy a balkáni migrációs útvonalon érkező menedékkérőket 5 ponton engedik majd be a bajor-osztrák határon. Bécs kizárólag ezekre a helyekre szállíthatja a bevándorlókat. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Szabadkán lépett fel a tankcsapda. A Szeha ligában a Spartakusz Vojput kézilabda csapata kikapott a Veszprémtől. Szabadtéri edzősarkokat kaptak Kishegyes község települései, a több testépítő és tornagépből álló szigeteket pénteken délelőtt adták át. Karate bemutatóval köszönték meg a szikicsi fiatalok az Ifjúsági és Sportminisztérium segítségét. Az illetékes tárca most először támogatott Kishegyes községi fejlesztést. Egymillió dinárt nyertek a fejlesztésre egy pályázaton. Ezt az önkormányzat további 100.000 dinárral toldotta meg. Lično smatram da na ovaj način pokazujemo našu odgovornost prema najmlađima, jer siguran sam da profesionalno sportom ne mogu svi da se bave i ovo je jedan od tih dokaza da i u malim sredinama treba da se ljudi bave sportom. A támogatásnak köszönhetően Kishegyesen, Bács-Feketehegyen és Szikicsen edzőgépeket helyeztek el közterületeken, amelyek minden helyi fiatalnak ingyenesen elérhetőek. Az edzőgépek a fiataloknak ugye elősegítik a testmozgást, és el kell még mondani azt, hogy itt végezhetnek a fiatalok úgymond has, felsőtest, illetve különböző nyújtógyakorlatokat ezeken a szereken. A szabadtéri edzősarkok egyelőre 4 elemből állnak, amelyeket az önkormányzat tervei szerint a jövőben tovább bővítenek majd. Hagyományos receptek szerint készült kalácsok és sütemények kiállítását tartották Tiszakálmán falván. A helyi művelődési egyesületben a finomságokat főleg kóstolgatták a résztvevők, a gyerekek pedig tésztafigurákat készítettek.
Hagyományos lakodalmas kalácskészítés volt a fő témája a 6. Tisza Kálmán falvi tészta fesztiválnak. Az alapokat Molnár Lajos nyugalmazott pékmester mutatta be. Az idősebb asszonyok is mesterei a kalácskészítésnek, mert mint mondják, nincs titka a receptnek. Csak szegfűszög van benne, egy kis cukor, és akkor épp úgy az a lakodalmas kalácsnak szegfűszög a ezéje, ahogy hiákja. Zamatja, hogy mondjam. A rendezvényen a gyerekek is buzgón gyúrtak, nyújtottak és különböző formákat készítettek a tésztából. Volt, aki tányért próbált kialakítani. Megfogsz egy nagy tésztadarabot, összegyúrod, de aztán még benyomod a közepét. Fonást fogok csinálni, fonulkalácsot, és azt most elkezdtem csinálni, és biztos vagyok benne, hogy sikeresen fog szép lenni. Csinálok kisebb kuglikat, és azokat kigömbölgetem, és csinálok belőlük fonyást. Nem sok idő kell a kalács sütéséhez. Alig 15 perc alatt szép aranybarra lesz. Én szerintem nagyon szépek, és amint megkóstoltam, finomak is. A 6. Tésztafesztivált a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben működő Árvácska kézi munkacsoport szervezte. Vajdaság több településéről érkeztek résztvevők, akik a vidékre jellemző édességeket, kalácsokat és kézi munkákat hozták el. Ezek a vendégeink, akik itt vannak, ezek minden évben megtisztelnek bennünket, és ez a mi számunkra egy nagyon nagy öröm. A napot az egybegyűltek közös ebéddel és kötetlen társalgással zárták. Nótaszótól volt hangos a Csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székháza. A Csalogány Asszonykórus 20 éves fennállását ünnepelték. A nagy díjaira méltán büszke Csókai Asszonykórus fennállása óta a magyar népdal megőrzésén és annak továbbéltetésért munkálkodik. Tagjai meggyőződéssel vallják, hagyományaiban él a nemzet. Ennek nyomatékául szervezték meg a kórus 20. születésnapját. Nagyon tartalmas 20 év áll mögöttünk. Ebben a 20 évben benne van minden tanulás, szeretet, odaadás és a sok-sok munka, amit mind-mind szeretettel csináltunk, és ennek meg is van az eredménye. Az ünnepi műsorban az Egyesület népzenei szakosztályai vettek részt, valamint számos baráti egyesület, kórus, illetve zenekar kedveskedett vendégelőadásával a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesületnek. Végignézhettem az elmúlt 5 évben is azt, hogy valóban milyen erős közössége van az asszonykórusnak. Mindaz mellett, hogy ez a közösség, ez az erős közösség, ez az erős összetartozás érzése vitte őket sikerre évről évre. Még nagyon büszkék vagyunk rájuk, és úgy érzem, hogy 20 év sikeres munkára nem is található megfelelő jelző, amivel tudnánk őket igazán dicsérni. Úgyhogy én csak abban tudok reménykedni, hogy meg fogjuk a 40 évet is érni, akkor is ugyanígy ünnepelünk, meg persze az összes többi évet kezdte. A sok köszöntőt és előadást, vacsora, rendhagyó születésnapi torta, majd közös nótázás és éjszakába nyúló hangulatos mulatság zárta. Aktualitás, realitás, a mindennapi élet motívumai, ezekre épül a kortárs irodalom Benedek Miklós és Antalovics Péter verseiben. A költő kötetei és versei most a Hídkör Árt fiatal képzőművészeit is megihlették. Az irodalmi alkotásokból készült festményekből kiállítást nyitottak szombat este a szabadkai Klein House kávézóban. Az eseményen Benedek Miklós és Antalovics Péter olvastak fel saját köteteikből. A tárlatot borkóstoló és társalgás mellett tekintették meg az érdeklődők.
Péntek este a szabadkai rock rajongóknak igazi csemegében lehetett részük. Az Urai vagyunk a turnénak 2015 koncertsorozat részeként a Pogon Klub színpadán a debreceni Tankcsapda együttes lépett fel. A turné során ez volt a rockbanda 11. fellépése. A szabadkai koncert után az együttes az Amerikai Egyesült Államokba utazik, ahol Bostonból kiindulva 8 koncertet adnak az észak-amerikai rajongóknak. Megállapodás nélkül ért véget a szíriai válság politikai megoldását kereső nemzetközi értekezlet péntek este Bécsben. Vannak pontok, amelyekben nincs egyetértés, de sokat haladtunk előre, és ezért 2 hét múlva ismét találkozunk ugyanebben az összetételben, mondta a távozó francia külügyminiszter. Amerikai kollégája úgy fogalmazott, egyikünk sem várhatta, hogy kész megoldással távozik innen. Biztos vagyok abban, hogy a most lefektetett közös elvek mentén komoly munkát tudunk végezni, ezt már az orosz külügyminiszter jelentette ki. Az ENSZ égisze alatt zajló nemzetközi béketárgyalásra sem a damaszkuszi kormány, sem a vele szemben álló ellenzék nem kapott meghívót, viszont először vett részt az Assad rezsimet támogató Teherán képviselője. Mohamed Javad Zarif iráni külügyminiszter azt javasolta, hogy a csúcstalálkozó közös záró nyilatkozatába vegyenek bele egy tűzszüneti felhívást. A 4 éve tartó szíriai polgárháborúnak több mint 4,5 millió halottja van, és 11 millióan váltak földön futóvá. Az Amerikai Egyesült Államok napokon belül kommandósokat küld Szíriába, bár egyelőre csak kevés katonáról van szó, ez áttörést jelent a szárazföldi egységek bevetésében. A CNN által meg nem nevezett magasrangú katonai forrás szerint a kurdok uralta terület lesz a célállomás, a különleges erők a helyi kurd és arab egységeknek egyaránt segíteni fognak a dzsihadisták ellen. Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan a szíriai katonai jelenlétet újabb vadászgépekkel is erősíti. Egy török légibázisról A-10-es és F-15-ös repülőket vetnek be a jövőben. Ezen túl megvizsgálják a különleges egységek iraki bevetésének lehetőségét is, hogy ott is célba vegyék az iszlám államot és a szervezet vezetőit. Agyonlőttek, majd lefejeztek a délkelet-törökországi Szanliurfában 2 aktivistát, akik az iszlám állam dzsihadista szervezet ellen kampányoltak, közölte az aktivistákat foglalkoztató szervezet. Az áldozatok egyike 17 éves volt, a másik még tavaly kilépett az aktivistáktól, mivel féltette az életét a munkája miatt. Mindkettőjüket holtan találták lakásukban péntek reggel. Az iszlám állam korábban már megölte a csoport egyik tagját, illetve az egyik szíriai ügyintézőjük édesapját is, majd a gyilkosságokról készített videófelvételeket a dzsihadisták feltöltötték az internetre. A Spartacus Vojvod kézilabda csapata elszenvedte 5. vereségét a Dél-Kelet-Európai Kézilabda Liga 8. fordulójában. A szabadkai sportcsarnokban péntek este a magyar bajnok Veszprém 31-15-re győzött a kékfehérek ellen. Péntek este a szabadkai sportcsarnokba kilátogató 2000 nézőnek igazi sportünnepben volt része. A Spartacus Vojvod kézilabdázói Európa egyik legjobb együttesét, az MKB Veszprémet látták vendégül. A mérkőzés első fél idejében a kékfehérek még 10 gól alatt tudták tartani a különbséget, azonban a folytatásban a veszprémiek rákapcsoltak, a második fél időben 17 gól szerezve 31-15-re diadalmaskodtak. Danas mo pružili svoj maksimum, imali smo šansu svakako da to bude drugačije i da bude razlika manja, međutim nismo iskoristili, dali smo sve od sebe, ali u suštini to je ta neka razlika između jednog kluba kao što je Veszprém i nas. A Veszprémnek 3 nap alatt ez volt a 3. mérkőzése és egyben a 3. fölényes győzelme is a SEHA ligában. A magyar együttes edzője a túra során esélyt adott az ifjéknek is a bemutatkozásra. A mérkőzésen pályára lépő Tóth Attila, Szétl, Erik és Varjú Martin is góllal mutatkozott be a felnőttek között. Ugye gondolom azért jó kis meccs volt. Elég nehéz volt itt az a 3 nap alatt az utazással, a terheléssel, mindennel együtt. Örülök, hogy megúsztuk ezt sérülés nélkül, és beütöttük a 3 győzelmet, és még szeretnénk gratulálni a fiataloknak a debütáláshoz. Szerintem jól játszottak. Az összecsapásban 2 sportoló emelkedett ki a mezőnyből. A nagykedvel játszó jobb szélső Gasper Morgusz 9 gólt szerzett, még Mikler Roland, a magyarországi kapusa 20 lövést hárított.
A csapatbajnokságban most 10 napos szünet következik, ennek ellenére a játékosok számára nincs pihenő, mivel a januári Európa-bajnokságra készülnek. Minden edzésünk 2 órás lesz, tehát elég monoton is, és tele újdonságokkal, új feladatokkal mindenkinek tényleg úgy kell, hogy mintha bemagolná a feladatot, úgyhogy mindenkinek ez lesz a célja ezen a héten, hogy minél jobban megtanuljuk azt, amit kér, és minél jobban készségszinten tudjunk működni majd azt decemberben és januárban az Európa-bajnokságon. A felkészülés részeként a magyar A és B válogatott november 6-a és 8-a között Debrecenben a Provident kupán csak össze Fehér Oroszország és Argentína nemzeti csapatával. A Spartakusz Vojpót együttese a szünet előtt még egy mérkőzést játszik a SEHA bajnokságban. A 9. fordulóban vasárnap a PPD Zágreb otthonába látogatnak. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Minden szentek előtt tele vannak a piacok a krizantém minden változatával. Lezuhant a sínai félszigeten egy Egyiptomból Oroszországba tartó orosz polgári repülőgép. Szabadtéri edzősarkokat kaptak Kishegyes község települései. A csókai csalogányasszony kórus 20 éves fennállását ünnepelte. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pandonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is megtekinthetik. További szép estét!